közönségéhez is. A néhány éve elhunyt Halmos Béláról elnevezett népzenei fesztiválon Elek Tibortól, a Várszínház igazgatójától is értesülhetett a közönség a szomorú tényről. Idén további közreműködője lett az Égi Zenekarnak, Barbóc Sándor hunyt el nemrégiben. Egy perces néma főhajtással emlékeztek meg róla. Igen, vele terveztük együtt ezt a koncertet, de ő már ennek a megvalósításánál nem lehet itt. 40 évig voltunk barátok, vagyunk barátok, 40 éve találkoztunk először, és hát egy harmadik barátunkkal együtt akkor alapítottuk a Békés Bandát, amelyben mi ketten folyamatosan működünk. Számtalan tanítványa megfordult a Békés Bandában, hát ők viszik tovább ezt a muzsikát. Sok tanítványa közül most a Ma már a Zene Akadémián a népzene szakon tanító Gombai Tamás állt be Barbóc Sanyi helyére. Barbóc Sándor búcsú szertartására július 27-én pénteken 13 órakor kerül sor Gyulán a németvárosi Szent József temetőben református egyházi szertartás szerint, ahová különleges megemlékezéssel készülnek muzsikus barátai. Természetesen a teventést a család szervezi, a családon kívül viszont olyan széles baráti és zenei közösség volt, ami körbevette a Sanyit, és ezzel aztán minket is, hogy természetesen várjuk a barátokat, a zenei kollégákat, ismerősöket, hogy hát egy-két dallammal elkísérjük az utolsó útján. Aki úgy gondolja, hogy szeretne bekapcsolódni a búcsúztatóba, az a részletekről érdeklődhet és jelentkezhet a percepció2@gmail.com e-mail címen.